alvó utast rabolt ki egy fiatal a hatos villamoson hajnalban. A rabló nem vette észre a térfigyelő kamerát, ami az egészet rögzítette. A rendőrök ráadásul perceken belül a helyszínre értek, így a támadó már nem tudott elmenekülni az értékekkel. Az elmúlt hónapokban többször is volt már ilyen rablás a 4-es hatos vonalán. Jól kivehető, ahogy a terepmintás nadrágot viselő férfi leül a villamoson, majd a mögötte lévő ülésen alvó férfi kezéhez nyúl, és egy mozdulattal kiveszi belőle a pénztárcáját. A 27 éves férfinak azonban szerencséje volt. Másodpercek alatt akcióba léptek a civil rendőrök, és a földre teperték a tolvajt. Egy 17 éves budapesti fiú ellen indult büntetőeljárás kifosztás büntette miatt, mert 2017. március 11-én a hajnali órákban Budapesten a Móricz Zsigmond körtéren a hatos villamoson egy alvós értettől elvette értékeit. Ez az a kamera, amely rögzítette az esetet. A térfigyelő rendszer mellett 0-24 órás ügyeletet látnak el a rendőrség dolgozói, akik azonnal értesítik civil ruhás kollégáikat, ha valami gyanúsat látnak. Ez egy népi legenda. Van olyan utas, aki szerint ritka az ehhez hasonló eset. Az emberek mindig így a zsebüket fogva közlekednek ezen a vonalon. De most nekem semmilyen jellegű tapasztalatom, sem problémám eddig nem volt. Ezzel a véleménnyel viszont nem mindenki értett egyet. Ez a 4-es 6-os villamos, ez olyan, mint Harlemben, nem tudom, hogy mi jár ott, de egész egyszerűen félünk felszállni. Azért a közbiztonság az így hajnalban. Hagy némi kivetni alót maga után. Szóval ilyenkor sokan arra mennek, hogy az alvó utasokat kirabolják. Valóban nem egyedi esetről van szó. Decemberben a 4-es villamos nyugati téri megállójában fosztottak ki utast. Ezek a felvételek pedig tavaly júliusban készültek. Egy nő beállt az alvó utas elé, miközben társa kivette a zsebéből a telefonját. Mindkét esetben röviddel az elkövetés után már kattant a bilincs a tolvajok kezén. A főváros ütőerének számító 4-es 6-os vonalán napi szinten több mint 200 ezeren utaznak. Ezért is nagyon fontos, hogy a táskánkat magunk előtt tartva figyeljünk oda értékeinkre. A híradót György Gabriella tudósította a 4-es 6-os vonaláról.